A ferencvárosi futszal után ismét a nagypályán érte kihívása a népszerű Csöpit, azaz Czúrják József futballtrénert, aki a Mátyus János távozásával megüresedett Reac kispadot foglalta el. NB3-as csapatával a szezon elején rendesen termelik a gólokat. Most a mester jön az első rákospalotai benyomásokkal. Czúrják Csöpi a vendég. Jó reggelt kívánok, szervusz! Hát nagy név, mármint Reac, de szeplős múlt egy kicsit. Miért vállaltad? Hát a Reac azért, akárhogy is nézzük, azért egy jó, gyengő név a magyar futballban, és örültem ennek a felkérésnek, mert nagy bennem a bizonyítási vágy, és itt egy olyan lehetőség van, hogy itt úgy érzem, hogy meg tudom mutatni magam újra a magyar futballban. Jó dolog az a futszal, de a nagypálya az igazi. Hát az a futszal, az csak a Fradi miatt beleugrottam, az nem az én világom volt, az egy vakvágány volt. Igen? Igen. Nagy pálya, tehát elődöd Mátyus János volt, aki a Pápa vezetőedzője lett az NB1-be. Mennyire beszélted meg vele a teendőket? Milyen volt az átadás, átvétel? Kaptál-e jó információkat Janitól? Hát az az igazság, hogy nagyon elfoglalt ő is. Nem nagyon tudtunk beszélni a stadionavaton. Megbeszéltük, hogy akkor leülünk és átbeszéljük a dolgokat, de aztán nem került rá sor végül. Elsodorta az élet. Igen. Milyen állapotban volt a csapat, mennyire kellett erősíteni, amikor odaérkeztél és átvetted? Hát nem volt túl jó állapotban, tehát ez a csapat alig maradt bent az NB3-ban, és hát abból még néhány meghatározó játékos el is távozott, tehát egy teljesen új csapatot kellett építenem és kialakítani. Mindezt milyen feltételek között, tehát hogyan lehet most a Reacnál dolgozni, technikai, anyagi háttér, miként álltok? Úgy gondolom, hogy NB3-ban kevés ilyen stadion van, mint a Reac stadion, tehát itt még nyár, meg a jó idő van, még villanyfényes meccseket tudunk játszani NB3-ban, hazai mérkőzéseket, tehát ez úgy rendben van. És hát Forgács úr, és van egy társa is, Zsági Ferenc révén, aki az utánpótlást csinálja, megpróbálják megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy itt a Reacot újra fel tudjuk építeni. És hát az volt az elvárás velem kapcsolatban, hogy ebben az évben próbáljunk lerakni egy csapat alapjait, próbáljunk odaérni az első öt helyre, és akkor a jövő évben majd már jobb anyagi feltételekkel neki rugaszkodni, hogy újra NB2-es csapata lehessen Rákospalotán. Tehát most van egy alapozó évetek, és a következő szezonban pedig NB2-es klubbá kellene válni. Ehhez milyen játékos politikát gondoltok? Ugye vannak rutinos focisták, őket mennyire ismerted korábban? Hát olyan túl sok nincsen. Tehát aki a csapat magját alkotja, tehát Kollár Zsoltit, őt jól ismertem, hát ő NB1-es múlttal rendelkezik, és mellé én hoztam oda a Lászka Balást, hogy középen is legyen a fiatalok mellett ott a tengelyben egy rutinos ember. Igen, rájuk utaltam. És hát mindenki azt gondolja, hogy már a másik a tengelyben lévő játékos, Kis Tamás, hogy ő is már öreg, de hát ő még nem öreg, 26 éves, tehát ez a csapatnak a tengelye, és mellette 22, 21, 19, 18 éves játékosok vannak. Bizony, szemtelenül fiatalok is vannak ebben a Igen. társaságban. Saját nevelés? Is? Van sok saját nevelés, aki a Reac sportiskolából került ki. Vannak olyan játékosok, akiket én ismertem korábbról, és hoztam oda a csapathoz. És hát mivel csapatépítés a cél, tehát próbáltunk azért egy fiatal csapatot összehozni, de hát én úgy gondolom, hogy azért fiatalok is akkor tudnak jól teljesíteni, hogyha van mellettük egy olyan rutinos tengely, akik terelgetik őket ott a pályán. Erre mondjuk anyagi lehetőség sincs, vagy egyébként sem merült fel benned, hogy mondjuk idegen légióst hívja? Felmerült, sőt, igazoltunk is légióst. Itt nem kell nagy pénzekre gondolni, mert NB3-ban itt azért ilyenek nincsenek, de hát mikor oda kerültem, már volt egy ukrán kapusunk, aki egy nagyszerű kapus, és hát mivel Ukrajnában ilyen politikai helyzet alakult ki, ő ajánlott egy volt csapattársát. Nem csak a Shakhtar Donetsk braziliai menekülnek, igaz? Igen, és hát hozott egy DVD-t, megnéztem,
és hát elhívtuk ide egy próbajátékra, és hát nagyon jó benyomást keltett, egy 190 centis belső vide, egy nagyon jó fejelő játékos. Hát őt várjuk nagyon, még Ukrajnában van, most a héten valószínűleg megjön a vízumát, sikerül elintézni, és igazoltunk még egy szerb középpályást, de hát Pechére ő az egyik felkészülési mérkőzésen a nagy lábujját eltörték, tehát még a két nagy igazolás tulajdonképpen még nem tudott bemutatkozni a Real színeibe. Aha, tehát akkor lesz nagy igazolás és légiósok. Utaltál a sportiskolára, a Reasznak van saját sportiskolája. Ez mit jelent a felnőtt csapat számára? Mit jelenthet? Hát, nagyon jó munka folyik, és hát azt jelenti, hogy most tulajdonképpen itt ezen a néhány mérkőzésen, ebből a Reasz sportiskolásokból már két-három ember húzó ember volt, tehát gólokat szereztek, és az előrejátékhoz nagyon sokat hozzá tudtak tenni. És mondjuk, ha minden jól menne, akkor két év múlva MB2-es csapatként mennyi Reasz sportiskolás lehetne a kezdőben? Hát, ez jó kérdés. Hát bízom benne, hogy minél több. Tehát ez a cél, hogy azért a mag a Reasz sportiskolára épüljön. És hát elmondhatom azt is, hogy itt az elmúlt két fordulóban a cserékkel együtt mind a két mérkőzésen 10-22 éven alatti játékos lépett pályára. Az első két bajnokin 4-4 gólt lőttetek, úgyhogy előre, az előrejáték az jól működik. Ilyet, alapból te támadó futballt játszott a csapattal? Hát igen, ezt. Tehát támadó voltam, mindig mondják ezt, hogy támadó futball. Természetesen mindenki támadó futballt szeretne játszani, de az előbb meg kell szerezni a labdát, meg kell egy biztonságos védekezés hozzá. De természetesen, hát nekem is a véremben van az, hogy azért legyen nálunk a labda, és támadjunk. És hát hála Istennek, ez az első két mérkőzés nagyon jól sült el. Mind a két mérkőzésen 4-4 gólt sikerült szerezni. És hát az külön öröm, hogy ezt a 8 gólt tulajdonképpen 6 ember szerezte. Egy-egy ember tudott duplázni az első mérkőzésen is, betalált meg a másodikon is. Itt a rákospalotai edzősködés mellett neked van időd arra, hogy figyelj az NB1-re? Természetesen, hát hogy ne, hát ez az életem, a futball, tehát nyomon követem az NBA történéseit, és hát a Ferencváros... Kiemelten Diósgyőr és Fradi, gondolom, nem? Igen, hát ez a két csapatom, és hát a Ferencváros hazai mérkőzésein ott is vagyok, bérletet vásároltam, és nézem a mérkőzéseket. Szerinted, Diósgyőrre is gondolok, Fradira is gondolok, bajnok esélyesek, dobogó esélyesek az idén? Úgy gondolom, hogy mind a két csapat dobogóra esélyes. A bajnoki címre még nem érzem, hogy akár a Fradi, akár a Diósgyőr oda tudna érni. Úgy gondolom, hogy a Videoton Győr, Debrecen még előttük jár az építkezésbe. Tehát az építkezésben ez a három vidéki nagy klub még idén egymás között fogja eldönteni az elsőség sorsát. Hát, de ahogy említettem, tehát a Fradi és a Diósgyőr azért valamelyiket azért majd kipöckölő onnan a dobogóról. De mikor lesz ez a Fradi aranyérmes szerinted? Hát ez jó kérdés. Hát, ezt szeretné minden fradista, de egyelőre még nem látom azt, hogy ez a keret olyan erős lenne, hogy a bajnoki címért tudna menni. Mi az, amit az ő játékukban szeretsz, és mi az, amit hiányoz? Jelen formájában, jelen állapotában, a Dol csapatnál. Hát a Dol most már azért a csapat védekezését úgy nagyjából rendbe tette. Az előrejátékból hiányolok még olyan klasszisokat. Én sajnáltam a Leonardo távozását, tehát ő ebbe a tavaszi menetelésbe azért óriási szerepe volt. És hát az érdekes lett volna Gerazolival együtt ez a két ember. Tehát ott akkor azért komoly potenciál lett volna az előre. Hát bizony, csak hogy most ráadásul még Moniz még a végén elviszi Bödét is magával. Igen, hát arra azért kevés esélyt látok, de a nyári itt átigazolási időszakban azért megint érkezett néhány olyan külföldi, akik egyenlőre csak a cserepadon szerepelnek, tehát ezeket azért annyira nem értem. Tehát hogyha külföldit hozunk, akkor olyat hozunk, aki egyből a kezdő csapatba húzva emberként tud segíteni.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jó munkát akkor a Reacnál. Mindenesetre a Fradi a támadó szekció erősítésében egyelőre példát vett rólatok, hogy kell termelni a gólokat. Csak így tovább. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.